Fokozottan ellenőrzik a hatóságok a fenyőfa a karácsonyi ünnepek környékén, még mindig sokat törvényszegő, annak ellenére, hogy jelentős a büntetés. November közepe óta több száz esetben bírságolt az erdőgazdálkodási hatóság karácsonyfa értékesítés miatt. Az elkobozott faanyag tekintetében Maros megye az él között áll. Csak a megye központban több mint 300 fát koboztak el a hatóságok. A Marosvásárhelyi Erdészeti Hivatal körzetében eddig 312 fenyőfát koboztunk el. A rendőrséggel és az erdőrség munkatársaival együtt végeztük a rajtaütéseket. Az elkobzott fák többségét eladták, vagy eladásra szánták. Azaz nem volt kísérő levelük és semmiféle a fa származását igazoló okiratuk, a bírság pedig 5000-től 10.000 leig terjed magánszemélyek esetében, a jogi személyek pedig 25-től akár ezer lejes pénzbírságra is számíthatnak törvényszegés esetén. Mi több, az a gépjármű, amelyel olyan felt szállítanak, amelynek nincs hivatalos kísérőlevele, elkobozható. Az Országos Erdőgazdálkodási Hatóság ügykezelésébe egyébként 3 millió hektár állami tulajdonban és 1 millió hektár magántulajdonban levő erdős terület tartozik.